Sok év telt el azóta, hogy a Tolna megyei önkormányzat először találkozóra hívta a megye településeit, és arra kérte őket, hozzák el azokat az értékeket, melyek jellemzik településüket, amikre büszkék. Az értéktár mozgalom ez alatt az idő alatt felfutott, olyannyira csúcsra ért, hogy ebben a tekintetben Tolna megye az ország egyik meghatározó térsége. Mégis vannak olyan önkormányzatok, akik bár kezelik és gyűjtik a település hagyományait, kulturális örökségeit, ezt a kezelőbizottságot a mai napig nem állították föl. Az idei értéknap abban is különleges volt, hogy többen először érezték szükségét annak, hogy részt vegyenek ebben a közös ünneplésben. Sütöttünk egy kis kakasdi süteményt, aminek az érdekessége, hogy a kakasdi faluház található rajta. Kakasdon a székelység és a németség van jelen, és az ő jelképeiket igyekeztük a standunkon megjeleníteni. Tényleg igyekeztük összeszedni, hogy Kakasdon a jelenlegi helyzetet és a múltat is. Tehát található kakasdi kürtös kalács, kakasdi jógor, kakasdi méz. Most hátra kell néznem, mert olyan sok mindenünk van, amit az utóbbi időben megvalósítottunk, és ahhoz kapcsolódó sajátosságok. Van a kakasdi svábkonyháról egy könyvünk, és ezt igyekeztük mindit bemutatni. Cikon számos olyan érték van, melyet tovább kell adni. A terv az, hogy rövidesen ennek kezelésére létrehozzák az értéktárbizottságot. Nagyon sok épített értékünk is van, amit szeretnénk felvetetni. Az egyik ilyen például a cikói jótemplom, és hát ez, ennek kivitelezése folyamatban van. Keressük hozzá a megfelelő embereket, akik ezt szívügyüknek érzik, és szeretnék ezt továbbadni. Cikó egy kis település, fontosak a hagyományok, és ezek által össze tudjuk kovácsolni az embereket és a település lakóit. És ez miatt is nagyon összetartó a településünk, úgy érzem. A kismányokiak a tündérkert népszerűsítését tűzték ki célul. Emellett a településen máig élnek olyan hagyományok, melyek évtizedek óta ritmust adnak az itteni életnek. A hagyma termesztésnek a hagyománya, az a standunknál látható is egy hagyma tál, amiben palánthagymák vannak elültetve. Mellette van az a hagyma, ami egyelőre a júniusra ennyire nőtt meg, ez szeptemberig szép nagy lesz, és az az érdekessége ennek a hagymapalántnak, hogy még Bukovinában a nagyszüleink, az őseink ezt termesztették. Onnan mentették meg a hagymamagot, és azóta is vannak családok, akik ezt féltve őrzik, és minden évben újra ültetik, és az az érdekessége, hogy elszórjuk a magot egy ágyásba, és utána kipalántázzuk. De a palántázásnak is van egy fortéja, hogy a gyökerét lecsípjük, meg a szárát lecsípjük, és úgy, hogy az majd látható, hogy mint kismányok érdekessége. Ebből most elárulom, van egy olyan tervünk is, hogy a továbbiakban van egy nagyon alkalmas patakmenti kis földdarab, amin 30 évvel ezelőtt is már mi is termeltünk hagymát, és én ott szeretném, hogy a gyerekekkel elkezdünk egy ilyen hagymatermesztést, és későbbiekben egy hagymafesztivállá fogjuk ezt majd bővíteni. A hagyományok ápolása fontos minden településen, mondta Szűcs Sándor Zomba polgármestere. Az ő tapasztalata az, nehéz megmozdítani az embereket az értékmentés ügyéért. Mindazok, akik ezt megtették, azok jól tették. Remélem, hogy egyszer beindul majd nálunk is az, hogy mindazokat az értékeket, amire büszke lehet Zomba, és ami tulajdonképpen a jelenét adja, ugye ez mindig a jelent, a múlt adja, a jelen megépíti a jövőt, szoktuk mondani, ezeket valahol meg kellene őrizni. Nagyon sokszor el szoktam mondani az idősebb korosztálynak, hogy részben az ő felelősségük az, hogy azokat az értékeket a fiatalkornak nem adták át, ami valamikor az ő számukra természetes volt, ma meg értéknek számít. Ezt kellene gyakorolni, azt hiszem, hogy minden településen. Az apadhantiak másodszor jöttek el a megyei értéknapra. Az értékfeltárás folyamata itt is kezdeti lépéseken van túl. Hoztunk borokat, mézet, barackot, illetve saját termékeket, amiket mi állítottunk elő, mint például az apadhanti logo, amit most láthattok. Úgyhogy nagyon lelkesen jöttünk a mai napra, és még nagyon sok feladat áll előttünk egyébként a következő időszakban is. Na, azt tapasztalom, hogy tavaly még kis létszámmal jöttünk, most már egyre többen szeretnének velünk jönni a rendezvényre, mindenki mondja, hogy hozzuk el az ő termékét, mutassuk be, úgyhogy szerintem ez csak fejlődni fog az évek során. Szerintem abszolút közösségkovácsoló hatása van, mert mindenki rak hozzá valamit a sajátjának érzi, és ez nagyon fontos.
Az idei Vára megye program célja az értékek megmutatása mellett a közösségek megerősítése is volt. Az látható, hogy a településeken azok, akik értik ennek fontosságát, összefognak, és ennek a folyamatnak pozitív hatása van a falu jövőjének kialakításában.